Egy korábbi kimutatás szerint a szerbiai autók többségét tulajdonosaik nem készítik fel megfelelően a térre, pedig a hideg idő érkeztével sem áll meg a közlekedés. A szakemberek szerint a karbantartás minősége és sűrűsége jelentősen hozzájárulhat egy-egy alkatrész élettartamának meghosszabbításához, valamint hatással van az üzemeltetési költségekre is. Először csak a gumikat át kell néznünk, nagyon fontos, hogy november 1-től téli gumik fel legyenek szerelve az autón, nagyon fontos, hogy 5 évnél ne legyenek öregebbek ezek a gumik, és persze futóműállítással ellenőrizni, hogy minden rendben van. Másodszorban a fékeket át kell ellenőrizni, az akkumulátort, a mérést le kell nézni az akkumulátoroknál, hogy mennyi a töltése neki, meg át kell nézni a karosszéria a az ugye át kell nézni a felfüggesztést, át kell nézni, fagyállót át kell nézni, szóval komplet az autót emelőn át szoktuk nézni szezon előtt, és akkor itt tudunk az autóról pár szót mondani, mikor készen van. Ahogyan a szakember is elmondta, a csúszós, fagyos utakon való biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen néhány óvintézkedés. Ezeket ne hagyjuk az utolsó pillanatra, legyünk előrelátóak, és még a reggeli fagyok előtt kerítsünk sort rájuk. Rajda számára autója mindennapok fontos kelléke, így fontosnak tartja annak karbantartását is. Télelőtt előtt viszem a gépkocsit, hogy az akkumulátor erősségét, ablaktörlőket kell cserélni, ha szükség van rá, az ablak ugyanakkor fagyáló legyen. A fagyáló cserítettem esetleg, gyakorlatilag a gépkocsit minden naponta használva, vagy majdnem minden nap üzemképes legyen. Ez a legfontosabb. Ne feledjük, az autó meghálálja a törődést főként télen, hiszen egy gondosan karbantartott jármű hosszabb ideig áll tulajdonosa rendelkezésére. A szervizelés természetesen nyáron sem érdemes kihagyni, de a téli karbantartás általában aranyat ér.